Most a délelőtt folyamán is Jézus életéből egy történetre, illetve a történet kapcsán azokra a szempontokra szeretném mindannyiunk figyelmét felhívni, amelyekről azt mondja Pál apostol, amelyek megtörténtek a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Nyissátok meg Bibliátokat az evangéliumoknál, János evangéliuma 7. fejezeténél, és a 7. fejezetnek az elejéről bevezetésképpen a következőket olvassuk. János evangéliuma 7. fejezet első versétől így olvasom. És ezek után Galileában járt Jézus, mert nem akart Júdeában járni, mivel hogy azon igyekeztek a júdabeliek, hogy őt megöljék. Közel volt pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Az időrenddel kapcsolatban bevezetésképpen, illetve a feljegyzett eseményekkel kapcsolatban, hogy igyekezik a júdabeliek, hogy őt megöljék, harmad részben pedig, hogy ezek után Galileában járt Jézus, és nem akart Júdeában járni, ezekkel kapcsolatban néhány szempontot bevezetésképpen idézzünk fel. Jézus élete, Jézus nyilvános tanítási része 3,5 éves volt. Az egész évből, az egész 33,5 évből, az egész életszakaszából ez a 3,5 év volt a nyilvános szolgálat. És ebből a nyilvános szolgálatból most az utolsó harmadnál vagyunk, amikor a galileai szolgálatában Jézus, ahogy fogalmaz a szerző, tudatosan egy válságot idézett elő. Én vagyok az élet kenyere, ha valaki nem él belőlem, nincs abban élet. Jézus ezt világosan és egyértelműen meghirdeti ezt az üzenetet. Pont az előző, a 6. fejezet nagyon világosan beszél erről, és az ő hosszú és világos beszéde arról, hogy ő a mennyből szállott alá, ő az élő kenyér. Ez a beszéd a hallgatóságában, amely rajongással, óriási odaadással követi, egy meghasonlást hoz létre. A galileai válság, amely Jézus nyilvános szolgálata utolsó harmadában bontakozik ki, azért jön létre, mert Jézus előidézte. Most nem a témánk ez a galileai válságról szóló szakasz, csak megjegyzem, hogy az említett Jézus élete című kötetben azt találjuk, azt a kommentárt ezzel kapcsolatban, hogy Jézus tudatosan és maga és előre azért idézte elő ezt a válságot, hogy ezzel a tanítványait és követőit felkészítse arra a válságra, amit számukra majd az ő halála jelent. Mert hogy az általános zsidó közgondolkodás a mesiásban nemzetmentőt várt, Jézus pedig a helyettes áldozatot elszenvedő bárány mesiás életútjára készült. Jézus ezt pontosan látta, hogy az ő életprogramja nem fedi a tanítványok és a sokasság, a nép várományát, általános közgondolkozását, és ezzel a válsággal mintegy előkészítette őket arra a nagy csalódásra, amely be fog következni. Ennek a válságnak a következtében olvassuk a 6. fejezet végén, János 6:66-ban, hogy ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül is, és nem jártak többé ő vele. Vagyis a jézusi életmű hagyott bizonyos gondolatokat, a csalódás egyféle kettősséget, feszültséget ébresztett bennük a várt, a reménylet és a Jézus által meghirdetett életprogram között, és ezt a csalódást Krisztus engedte, hogy kibontakozzon. Ezek után idézi fel a 7. fejezet eleje, ami most idézett bibliaversünk azt, hogy a júdabeliek még inkább, és a zsidók kémkedve utána még inkább törekednek, hogy őt megöljék. Vagyis a jézusi nyilvános tanítások, hiszen nagy sokaság hallgatta, amelynek egy része azt mondta, hogy jó ember, másik része azt mondta, hogy hamis tanító, majd most is a mi fejezetünkben, a 7. fejezetben is ezt fogjuk látni. Azonban a meghasonlott sokaság is a féltékenységet tovább szítja a zsidó vezetőkben, és még intenzívebben sietnek utána, hogy megöljék. Ez a tény az, ami alapján érthetjük azt az egyszerű Jézus életében furcsának tűnő szempontot, hogy miért utazik olyan sokat a szolgálata alatt.
Jézusnak nem valamilyen menéskényszere volt, hanem egész egyszerűen, ha valahol tartósan ott marad, és ott végzi a szolgálatát, akkor Jézust nagyon gyorsan, valamilyen módon megfogják és megölik a zsidók. Azzal viszont, hogy Judeából Galileába, a válság után még akkor onnan is tovább helyezi a szolgálatát, és rendszeresen visszalátogat az előző helyekre. De nem egy helyen időzik, Jézus elodázza az idő előtti halálát, majd ezzel kapcsolatban egy fontos mozzanatot, amit most itt a 7. fejezetben fogunk is olvasni. A bevezetéshez itt egy idézetet mutatnék mindannyiótoknak. Az 53. fejezetünkből, ami a mai szakasz lesz, a mai olvasásunknak a tárgya lesz, a fejezet elejéről, a Jézus élete című kötet 410-es oldaláról ezt olvasom. Ahogyan szolgáltanak vége közeledett, változást állt be Krisztus munkamódszerében. De addig igyekezett elkerülni a nyilvánosságot, az izgalmakat. Visszautasította az emberek hódolatát. Gyorsan haladt egyik helyről a másikra, amikor a nép lelkesedése korlátozhatatlanná vált. Újra és újra megparancsolta, hogy senki sem mondja őt Krisztusnak. Vagyis ez a szakaszunk is azért kezdődik azzal a mozzanattal, hogy Galileában járt Jézus, és nem akart Júdeában járni, mert ha nem veszi figyelembe az iránta tanúsított lelkesedést, nem veszi figyelembe az ő ellene növekvő féltékenységet, Jézus, ha erre nem figyel, idő előtt a saját halálát idézi elő. Ez az oka annak, hogy hárít, hogy alsó utakon közlekedik, hogy a lelkesedés egy bizonyos fokán, emlékezünk, király akarják koronázni, és kimegy közülük, hogy elkerüli az alkalmakat. 7. fejezetet olvassuk tovább. Közel volt pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Ugye a sátoros ünnep az őszi ünnepkör végén, mint egy zarándok ünnep szerepel. Mondanak azért néki az ő atyafiai, az ő testvérei. 3. vers. Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. Kedves gyülekezet, nagyon fontos értenünk azokat a konfliktusokat, amelyek a hibátlan, a tökéletes Jézus Krisztus életét kísérik. Az első mozzanat, amit nagyon fontos megértenünk, az az előbbiek nyomán a jézusi sok utazással járó konfliktus kerülő, vagyis hogy nem akar előre mártír halált halni, idő előtt meghalni, típusú életszervezés, és az édes testvérek a saját vér szerinti testvéreinek az ellenkezésének a konfliktusa. Mit olvastunk ebben a szakaszban? Mondanak azért néki az ő atyafiai, menj el innen, térj Judeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Ne felejtsük el, hogy a zsidóság vallási centruma és vallási központja az Judea. Hiszen Judeában van micsoda? Hát a templom, a jeruzsálemi templom, az ünnepek, az áldozatrendszer, az zarándok ünnepekre felzarándokoló, elutazó, hívő zsidóság mindig újból és újból a templomba, az egyetlen központi templomba utazik fel. Az édes testvérek, a tömeg szerint gondolkozó zsidó gondolkozástól meghatározott édes testvérek logikája pedig az, hogy buta az az életszervezés, amely magát kiszervezi a perifériára, Judeából Galileába, sőt később onnan még a tízváros vidékére sokat utazik. Mutasd meg magad a tanítványainak, ne magad idézd elő a rostálást, a galileai válságot, előző fejezet, hanem menj be a centrumra, hogy lássák a te cselekedeteidet, lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Hagyj kérdezzem meg tőletek, ez a édes testvéri logika jó marketinges elképzelés? Plakátot kell kitenni, jól fekvő, frekventált helyeken,
mobil, vagy most már a virtuális világban, és minél több ember szeme előtt ez az információ ott van, ez a formál mai természetes logika, akkor tudni fognak arról, hogy te létezel. Sőt, ugye most már tudjuk, hogy olyan kommunikációs eszközök is vannak, amikor pörög-pörög a film, és beépítenek egy villanásra olyan spotokat, olyan képeket, amelyeket az agyunk valahogy lát, de mégse tudatosodik, és később az a termék, mint ismerős, már vissza fog csinálni. Rengeteg ilyen eszköz van. Ha egyszer kirándultok, fiatalok vagy idősebbek Pompejben, a Vezúv által elpusztított ókori városban hirdetéseket fogtok látni. Az ókori világ pontosan, mint a mai modern világunk, ismerte azt a kommunikációs eszközt, amit hiányolnak Jézuson az édes testvérek is. Menj be a központba, a centrumba, a vallási főterekre, a központi útelágazásokhoz, és tedd nyilvánvalóvá, aki te vagy. Igen, nem, de mit olvastunk az iménti mondatainkban? Hogy Krisztus kerülte a nyilvánosságot, visszautasította az emberek hódolatát, gyorsan haladt egyik helyről a másikra, megparancsoltat, senki sem mondja őt Krisztusnak. Miért? Olvassuk tovább a szakaszt. Mert az ő atyafélyé nem hittek benne, mondta azért nékik Jézus, az én időm még nincs itt. Ez a második gondolat, amire eddig utaltunk. Jézus mit látott pontosan? Hatalma lett volna elutazni a centrumba? Júdeába? Igen. Ha nem vesz tudomást arról, hogy üldözik befolyása, átható befolyása miatt a farizeusok, akkor is elfogták volna, ha nem vesz a tudomást? Igen. És ha idő előtt idézi elő a saját halálát, akkor hibát követett volna el? Igen. Az én időm még nincs itt. Igen ám, de értették ezt a jézusi logikát a kedves édes testvérek? Vagy nem? Sajnos nem értették, mert ahogy a tanítványok is nemzetmentőt, a zsidó nemzet felvirágoztatóját, a nagy tanítót, miért nem fogadtad el, hogy királlyá koronázzanak? Valaki ilyen befolyásos embert vártak, addig Jézus a helyettes halál áldozatára, a bárány áldozatra készülő messiás felkent volt. Teljesen más életprogram. A kettő elvárás, a tanítványok elvárása, és a jézusi életprogram, amely megy lefele, megalázza magát halálig, és pedig a keresztfa haláláig, a kettő elvárás egymással nem találkozik. Hálátlan ez a családi helyzet, nem? És ebben a családi szituációban tehát mondák nekik az atyafélyé, harmadik vers, menj el innen, tér Júdeába, hogy a te tanítványod is lássák a te dolgaidat, negyedik vers, mert senki sem cselekszi titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. Kedves gyülekezet, ez a mondat, hogy ha ilyeneket cselekszel, mire utal? Szeretném, ha nagyon világosan megértenénk azt a fajta elbeszélést egymás mellett, amit a jézusi program és az édes testvérek meg nem értése mutat. Kezdjük a testvérek gondolataival. Az, hogy mutasd meg magad a világnak, ezt értjük, ez a reklám logikája. Legyél ismert, és ha ismert vagy, akkor onnantól kezdve már egyenes lesz a sikerhez vezető út. Kettő. Mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Mi az a természetes emberi logika, de hitbeli szempontból tévedés, amit a tanítványok az édes testvérek gondolataiban viszont látunk? Egy szó, megütötte a fületeket? Válaszoljatok, légy szíves. Senki sem cselekszik titokban, aki maga ismeretessé akar lenni. Mi a kult szó, ami az édes testvérek, a tanítványok gondolkozásában is a tipikus emberi, és ami jellegzetes tévedés a jézusi munkamódszerhez képest, a jézusi gyakorlathoz képest itt. Aki maga ismeretessé akar lenni. Mi volt a jézusi életprogramnak a lényege?
hogy én semmit sem cselekedhetem magamtól. A Jézusi életprogramnak a lényege az volt, hogy előre el van készítve, hogy abban járjunk. Jézus pontosan értette azt a dánieli proféciát, hogy neki mikor kell véget vetni a véres áldozatnak. Ez profécia volt. A hét felén. A 3,5 éves nyilvános szolgálata végén. Ha Jézus nem szabályszerűen szolgál, akkor nem teljesíti be a saját halálával amit. A róla szóló messiási proféciát. Értitek már, mit jelent az a Jézusi mondás, hogy nincs itt még az én idő? Jézus tehát nem mániákus utazó volt, nem gyávaságból került a konfliktusokat, hanem időt adott Júdeának, hiszen visszalátogatott rendszeresen, Galileának és még a más tájegységek lakóinak is, hogy megismerjék az üzenetét, és közben, miközben idő adott, az utazgatásokkal került el a szükségtelen és időelti konfliktust, a saját halálát. És miközben így ő betöltötte maga szabott rendeltetés és idejét, azt szerint szolgált, ami, ahogy a könyvben róla írva vagyon, a könyvtekercsben írva van rólam, aközben a kedves édes testvérei és a családja ezt abszolút nem értette, a tanítványok ezt abszolút nem értették. A galilei válság természete is abból állt, hogy valaki az élet kenyere, és azt kell enni. Ettől kezdve sokan elhagyták őt, vagyis amikor nyilvánvalóan valami az erkölcsi üzenete terelte a tanítást, és nem elégítette ki a messiási reménység várakozását, hogy itt az ügyeletes király, akkor a csalódást hagyta Jézus, hogy felnövekedjen, és ellentmond a saját testvéreinek. Ez egy nagyon hálátlan helyzet, tele diszonáns hangokkal, olyan, mint egy modern zene, amelyben vannak harmonikus, és vannak nagyon diszharmonikus részek. Nem tudom, ki szereti a muzsikát hallgatni, én nagyon nem szeretek. De amikor ilyen muzsika a fületekbe kerül, akkor jusson eszetekbe, hogy ez történik, Jézus végzi a maga munkáját, és a testvérek, és a tanítványok, és a családja, és senki nem érti, hogy miért kell késlekedni. Júdásról egyenesen azt olvassuk, hogy Júdás eltökélte, hogy ő akkor is ki fogja kényszeríteni, hogy Jézus már pedig vegye kezébe az ő hatalmát. Amikor tehát ez a feszült helyzet van, Jézus végzi a maga munkáját, de ő a mester, a tanítványok követői, de ők sokszor át akarják venni ezt a vezetést. Ebben a helyzetben egy érdekes családi párbeszéd bontakozik ki. Volt ebben a családban régebben sokkal durvább helyzet is, mert egyszer a családja az édesanyjával elment hozzá, érte, megszakította a nyilvános tanítását, hogy elvigye, mert azt mondták róla, hogy megőrült. Azért voltak ebben a családban mélységek, kommunikációs mélységek jócskán. Jézusról azt mondták a jól értesült családtagok, hogy megőrült. Itt már ahhoz képest egy hatalmas változás van, mert azt mondják, hogy mutasd meg magad. Tehát már nem fölötte és róla döntenek, ez volt a legdurvább helyzet, ahol indult a Jézus szolgálata, hanem tulajdonképpen azt mondják, hogy hát hadd javasoljunk valamit, hogy sokkal szerencsésebb lenne, ha Júdeában megmutatnád magadat. Ha ilyesmiket cselekszel, ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magad. Mire utalnak azzal, hogy ha ilyeneket cselekszel? Mondjátok meg nekem. Ebben a néhány szóban mi szerepel? Mire utalnak? A Jézusi csodákra, az óriási befolyásra, a kenyérszaporításra, a sok ezer megvendégelésére, arra a hatalmas átfogó tevékenységre, ami miatt Jézusnak országos híre lett. Azt mondhatjuk, hogy akkor ezek szerint büszkék a tanítványa Jézusra? Nem tanítványai, az édes testvérei? Hát ha azt mondják, hogy mutasd meg magad, akkor azt mondják, hogy ne titokban csinálj ilyen óriási befolyású dolgokat. Tehát van benne bizonyos, úgy tűnik, hogy azonosulás, büszkeség, érinti őket Jézus munkássága, de nem értik a Jézus módszert annak a lényegét, hogy miért rejtőzködik, miért vonul a háttérbe. Megint csak a Jézus élete című kötetből hagyj idézzek fel néhány mondatot.
A Messiás 410-es oldal. A Messiás munkájáról alkotott hamis elképzelés. És Jézus Isten voltába vetett hit hiánya vezette oda fivéreit, hogy sürgessék, jelentse ki magát nyilvánosan a sátoros ünnepen. Ebben a gyülekezet, ez a kis mozzanat engem nagyon meghökkentett. Hogy az, aki biztatja Jézus, hogy mutassa meg magát a sokaságnak, menjen fel az ünnepre, menjen fel Jeruzsálemre, ne titokban cselekedjen. Ez a késztetés, amely azt mondja, hogy ha ilyen dolgokat cselekedj, tud Jézus csodáiról, tud. A közben hitetlen. Mondjátok meg, nem? Ez a paradox, ez a sajátos keverék az emberi agyban. Hogy fér be? Tud arról, amit Jézus cselekszik, és mégis hitetlen. Hogy tudnánk megragadni annak az emberi karakternek a tévedését, amely tud Jézus csodáiról, hitetlen, akkor viszont miért küldi Jeruzsálembe, hogy mutassa meg magát, Júdeába, hogy mutassa meg magát? Mire vágytak volna a tanítványok, a Jézus édes testvérei, mit szerettek volna látni, ha Jézus a centrumban, a vallási központban mit él át? Ezt a kérdést látszik, hogy forgatta János evangélista is magában, mert a negyedik vers után, ugye utólag kerülnek feljegyzésre ezek a történetek, a negyedik versben azt olvassuk, hogy biztatják a testvérek, hogy mutasd meg magad, hogy ismeretessé legyél, ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magad a világnak. Az ötödik versben feljegyzi, mert az ő atya, fiai sem hittek benne. Utóbb Jánosnak is leesett, hogy a hitetlenségnek a motivációja diktálta ezt a tanácsot. Megint tegyük fel a kérdést magunknak, ha már az evangélista is utóbb megértette, ezt feszegeti a kötetünk, a Jézus élete, akkor hogy működik az az emberi beteg logika, amely szeretné látni a kritikus személy általános elfogadottságát a központban, de közben ő hitetlen. Hogy működik ez a beteg logika? Nagyon egyszerű a válasz, ne lepődjünk meg. Ha sokan elhiszik Jézust, akkor én is hiszek benne. Ha sokan jónak látják Jézust, akkor én is jónak tartom az ő gondolatait. Kedves gyülekezet, vizsgáljátok meg magatokat, vizsgáljam meg magamat. Én is ilyen vagyok, mint a tanítványok, én is ilyen vagyok, mint Jézus édes testvérei, vagy nem? A ti gondolkozásotok egy tömeggel sodródó gondolkozás, amely akkor lát értéket valamiben, ha az általánosan elfogadott, ha a júdabeliek is azt mondják, vagy pedig akkor is felfogja Jézus szavait, hogy igazak, amikor Jézus, mit olvastunk, mi volt a munkamódszere, visszautasította az emberek hódolatát, gyorsan állt egyik helyről a másikra, újra és újba megparancsolta, hogy senki sem mondja őt Krisztusnak, mert nem jött el még az én időm. Értjük ezt a szempontot? Kedves gyülekezet, itt egy szóval tehát az eddigiekben a befolyásolhatóságról beszéltünk. Ez egy általános és egy régi emberi gyengeség, a befolyásolhatóság. Van egy híres pszichológiai kísérlet, nem biblia alapon, nem vallási alapon végezték el szakemberek, beavattak 50 embert, és a vizsgált egyént nem, és az az 50 ember egy bizonyos kis pálcikáról azt mondta, hogy ez a hosszú, és a másikról, hogy ez a rövid. És az 50 ember... Mindenki megerősítette annak az egy be nem avatottnak, hogy de, ez a hosszú, és ez a rövid. És a sok-sok vizsgálati alany, tehát sokszor 50 ember és sokszor egy vizsgált személy, statisztikailag azt mutatta ki, hogy 10-ből nagyon sok ember azt mondta, hogy ha ennyien azt mondják, ez a hosszú, és ez a rövid, bár én látom, hogy ez a hosszabb, de mivel ennyien mondják, ezt elfogadom. Értitek, hogy hogy működik ez a logika? Erről még egyszer mondom, szekuláris, ateista alapú pszichológia végzett kísérleteket, nem biblia alapon. Tegyük fel azonban magunknak a kérdést, hogy mi ilyenek vagyunk, mint a tanítványok, vagy mint az édes testvérek. Hogyha a tömeg elfogadja Jézust, akkor mi is hiszünk benne, ha a tömeg nem, akkor a kételj ott van bennünk, és akkor oszlik el, ha mindenki elfogadja. Ez az a logika,
amely tulajdonképpen a Galilea válságban nagyon vaskosan ott van, ez a csalódásnak a logikája, hogy miért nem mindenki? Miért mond Jézus olyat, ami ennyire megrostál? Hogy lett valaki ilyen buta, hogy az ekkorára nőtt tekintét, amely övezi őt, ő tudatosan rombolja, és beszél olyanokról, amelyet egyesek elfogadnak, és mások nem. Nagyon döbbenetes ez a jézusi magatartásforma, amelyen Jézus tulajdonképpen ezt a válságot előidézi. Nagyon tudatosan nem szolgálja ki ezt az elvárást. Nagyon tudatosan gondolkoztatja a testvéreket, a családját. Azért, hogy később majd ez a tantusz, hogy szokták mondani, leessen. Emlékezünk Jézus mondására? Előre elmondtam néktek, hogy amikor meg lesz, higgyetek. Kedves gyülekezet, Jézus munkamódszerei közé ez ma is oda tartozik, hozzá tartozik, hogy így cselekszik. Előre mond valamit, amit mi nem hiszünk el. Péter azt mondta Jézusnak, mentsen, Uram Isten, nem történhet ez meg te véled. És amikor majd bekövetkezik valami esetleg a kakas kukorékolás ellenére, akkor esik le a tantusz, hogy ezt Jézus már rég megmondta. De addig az eltelt időszak a Krisztus által gyakorolt, és az általam várt, elvárt, vagy a sokak által remélt dolog között van egy feszültség. Ez az a diszonancia, amit a zenemű példájával hoztam. Ezt az értetlenséget kellett Jézusnak elszenvednie. Majd talán később idézek, még most az időt nem szeretném húzni, a Jézus élete című könyvben a sátoros ünnepen című fejezetben vannak hosszabb szakaszok, amelyek ezt a gondolkozást nagyon pontosan leírják, ezt a testvéreknek, ezt a logikáját részletezik. Talán néhány mondatot mégis a 378-as oldalról idézek. Testvérei helytelenítették, hogy elzárkózik a nemzet nagy és tanult embereitől. Úgy érezték, ezeknek a férfiaknak igazuk van, és Jézus hibázik, ha szembe helyezkedik velük. Másfelől látták szeplőten életét, és bár nem csatlakoztak tanítványaihoz, mélyen érintette őket munkája. Galilei népszerűsége hízelgett becsvágyuknak. Még mindig remélték, hogy bebizonyítja hatalmát, s a farizeusok belátják, ő az, akinek mondja magát. És mi van, ha ő a Mesiás, Izrael fejedelme? Büszke elégedettséggel dédelgették ezt a gondolatot. Annyira izgalomban voltak, hogy sürgették Jézust, menjen fel Jeruzsálembe. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magad a világnak, és a szerző egy szóra helyezi a hangsúlyt, a ha, kételyt és hitetlenséget fejezett ki. Gyávának és gyengének mondták. Ha tudja, hogy ő a Mesiást, miért ez a furcsa tartózkodás és tétlenség? Kedves gyülekezet, én azt látom, az evangéliumot nagyon olvastunk el ahhoz, a múltat újból és újból kell tanulmányoznunk ahhoz, hogy a jelent megértsük. Jézus munkamódszerei ma is nagyon sok esetben meghökkentőek és érthetetlennek tűnnek a testi ember számára, mondja az Újszövetség. Sőt, bolondságnak. Az édes testvérek gondolkoznak így Jézus Krisztusról. Mondta azért nékik Jézus 6. vers, az én időm még nincs itt, a ti időtök pedig mindig készen van. Miről beszélt itt Jézus? Mi az a zseniális gondolatfordítás, ahogy az iránta támasztott elvárást, menj és mutasd meg magad, átfordítja, ez egy tévedés lett volna, ezt már megbeszéltük, a messiási proféciák nem betöltése következett volna ebből a lépésből, ezt megbeszéltük. Hogyan fordítja át a mondani valóját Jézus ehelyett egy valós kérdésre, egy valós szükségletre? Azt mondja, hogy ha én ezt tenném, idő előtt meghalnék, ez az idő kifejezés, kedves jelenlévők, ez a profétikus időre, vagy a történelmi időre vonatkozik? Válaszoljatok. Egyértelmű. A proféciákra utal, vagy a történelmre utal?
Hát a proféciákra. Ha idő előtt menne föl, idő előtt halna meg. Az én időm még nincs itt. És az idő hívó szót fordítja át mire? Az én időm még nincs itt. Ez a proféciák logikájára utalás. De a ti időtök mindig jelen van. Itt viszont mire utal? Nem szóltak proféciák a hittestvérek életpályájáról, hanem azt mondja, hogy mindig jelen van, miükre utalt, milyen szükségletükre utalt a hittestvéreknek, az édes testvéreknek. Megint válaszolhattok. A megtérésükre. A gondolkozásmód változásukra. Mi volt az a gondolkozásmód változás, ami egy kortárs zsidónál meg kellett következzen? Nemzetmentő helyett megváltót fedezzen fel Jézus Krisztusban. Gondolkozásmód változása javából? Népvezér helyett bárány. Gondolkozásmód változás? És Jézus erre utal, hogy az én időm még nincs itt, de a ti időtök mindig jelen van. Értették ezt a tanítványok? Értették ezt az édes testvérek, a féltestvérek? Vagy nem? Értjük már, mit jelent Jézus életében az értetlenség terhének hordozása? Értjük azt a proféciát Jézusról, hogy egyedül taposta a sajtót? Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy tudjátok viselni az értetlenséget? Mit szoktatok csinálni a meg nem értettség tartós fennállása esetén? Hadd kérdezzem meg. Nos? Öregek, hogy viselitek a meg nem értettséget? Fiatalok, hogy viselitek? Nagyon tapintatosan fogalmaztál. Én azt látom, hogy vannak az embernek ilyesmire érzelmi válaszai. Sokszor elkezdi ezt megpróbálni lebeszélni, kibeszélni magából, másokból. Nagyon sok ember menekül ebből. Fizikailag viselnek sokszor embereket. Dolgoznak emberek azért, hogy elfogadott legyek, hogy megbecsül. Mindent megteszek azért, hogy elfogadjatok. Ismerősek ezek a szempontok? Haragszotok azért, ha nem fogadnak el, vagy mindenféle nagy dolgot teszek azért, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy nagyon sokféle emberi gesztus létezik ilyenkor. Akkor hagyd kérdezzem meg, terhet jelentett Jézusnak a meg nem értettségnek a terhe? Van Jézusnak egy híres mondása, amit a tanítványnak mondott, ide is idézhető. Ez a helyzet is ez volt, amikor az édes testvérek így beszélgetnek vele. Ó, nyomorult nemzetség, meddig szenvedlek titeket? Kedves gyülekezet, vegyük komolyan, az Isten világának követése a bűn világában együtt szenvedéssel jár. Krisztus világának követése a görögök között, akiknek az evangélium bolondság, a zsidók között, akiknek skandallum, botrány, szenvedéssel jár. És Jézus ezt el tudta hordozni. Az értetlenség terhe Krisztus követőit is fogja érni. Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Nem nagyobb a szolga az ő uránál, sem a követ annál, aki ott küldte. Vigyázzatok! Vizsgáljuk meg magunkat, hogy a mi hitünk olyan, mint az édes testvérek hite. Ha Júda elfogadja Jézust, akkor igazi. Ha nem fogadja el, akkor azért mi is kételkedünk benne. Értitek ez, hogy működik? Melyik ember vagyok? Aki milyennek látja azt a két pálcikát? Itt erről a kérdésről van szó. Bibliai nyelven bérebeliek vagytok, vagy nem? Mindent megvizsgáltok, és ami jó, megtartjátok, vagy nem? Ha mennyből jövő angyal mond más, mint amit tanítottam néktek, mondja Pál, képesek vagyunk erre, vagy csak kollektívában vagyunk képesek gondolkozni? Krisztus első adventjének válságához tartozik ez a problémakör. Én azt látom ezt a kérdést, még nem értjük. Én azt látom, az elfogadottság hiánya mindannyiunkat megvisel. Engem is jó néhány évvel ezelőtt nagyon megviselt. Talán már beszéltem erről néktek. Kedves gyülekezet, ez volt Jézus életének az óriási terhe, az értetlenségnek a terhe.
És akik nem értették, azok tanácsolják, hogy mit tegyen, és Jézus pontosan átlátja, ha elfogadja ezt a tanácsot, az ő ideje hamarabb lejár. Kifejtheti a proféciákat azoknak, akik nem értik? Mondjátok meg, van értelme kifejteni, vagy nincs? Van, vagy nincs? Akik nem értik. Nincs. Hát akkor ezért fordítja mondani valóját, hogy az én időm még nincs itt, de a ti időtök mindig jelen van. Értjük már, hogy ez nem mellébeszéd, nem elterelés a lényegről a figyelemnek, hanem egyféle küzdelem azért, amit még nem értenek, és amit később majd megértenek. Péternek is mit mondott? Te ezt még nem érted, csak a úrvacsora lényegét nem értették a kedves tanítványok. Csak ezt. Te ezt még most nem érted, de idővel majd. Akkor fölteszem ezt a paradoxont. Értjük, hogy mit nem értettek? Kedves testvérek, ha tanulunk a 2000 évvel ezelőtti történetből, ha rádöbbenünk a kortársak, a tanítványok és az édes testvérek tévedésére, ennek a tükrében fogjuk magunkat meglátni. Ennek a tükrében fog szeretet ébredni bennünk az iránt, a Jézus iránt, aki ezt türelemmel kivárja és kibírja, aki időt az ő népének, amíg felnő erre a gondolkozása, az ő hite. És ennek a tükrében tudunk esetleg majd magunknak kérdéseket feltenni, hogy én ma milyen tanácsokat adok Krisztusnak? Én ma milyen tanácsokat adok neki, hogy mit tegyen ő és az ő műve? Nem kisebb a mi kérdésünk. Amikor ezt a szakaszt végigolvassuk, akkor a következő meglepő változás, vagy meglepő folytatás következik. Mondta azért nékik Jézus, az én időm még nincs itt, 6. verstől, a ti időtök pedig mindig jelen van, mindig készen van. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Elmondja, amennyire lehet, hogy miért nem megy föl. Jézus nem volt öngyilkos jelölt. Tudta, hogy idő előtt a halálát idézni elő, ha fölmenne. Ti menjetek fel erre az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. Nagyon érdekes a kommentár, ezt már most nem idézem föl, esetleg beszélgetésben, hogy a magatartása, a furcsállást, értetlenséget idézett elő a testvérekből, akik készülődnek, és látták, hogy Jézus miért nem készülődik. Nem értették, hogy miért lóg ki a sorból. Kilencedik vers. Ezeket mondván pedig nékik maradt Galileában. Megháborította a saját családját. Tizedik vers. Amint pedig felmentek az ő atya fiai, akkor ő is felment az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mint egy titkon. Megint kérdezzük az írást, mindig kérdezzük a szakaszokat. Jézus különcködött. Extrém viselkedés formát gyakorolt. Azt mondta, hogy nem megyek föl még, majd amikor elmentek, akkor csak azért is fölment. Zárjuk ki ezeket a lehetőségeket. Jézus nem volt extrém, nem volt magamutogató, nem dafke, nem sértődésből cselekedett, ez mind kizárható. Ugye milyen jó? Viszont tegyük föl a kérdést, ha azt mondta nekik, hogy még nem megyek fel, ha azt mondta nekik, hogy nincs itt még az én időm, és így mentek el a kételyben levő testvérek, és ezt nyilván mindenkinek elmondták, hogy azt mondta, hogy nem jön föl. Akkor miért ment el utánuk, mint egy titkon? Értsük meg Jézust, kedves testvérek! Ne arról gondolkozzatok, hogy mit tettetek volna ti. Ne arról gondolkozunk, hogy a többi 50 beavatott mit mond a pálcikáról. Értsük meg Jézust! Miért az ünnep felé ment föl? Miért titokban? Jézus be akarta tölteni a szolgálatát, hogy megszólaltassa Isten népe között az evangéliumot, vagy nem? Be akarta tölteni? Igen, fölment az ünnepre. Meg akart halni idő előtt, még az ő ideje nincs itt, vagy nem? Nem. Ennek a két elvnek tett eleget, és tudta, hogy a népnemzeti szabadító messiást váró testvéreknek, ha azt mondja, hogy fölmegyek az ünnep felén,
akkor mi történik a Jeruzsálem felé vezető úton? Még a kapuk előtt. Az ő utánnak kémkedő farizeusok nyilvánvaló csapdát vagy valamilyen módon valamit fognak tenni azért, hogy elfogják, hogy megakadályozzák, hogy a vallási élet centrumában a Jézusi üzenet megszólaljon. Hát ezért nem mondta ezt meg. Ezért titokban kellett felmennie a saját egyházában, Jeruzsálemben a központba és tanítania. 11. vers. A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen, mondják, hol van ő? Tehát, ha nem mondta meg Jézus, hogy fölmegy, milyen fokú volt a harag Jézus iránt? Mondjátok meg nekem. Ha nem mondta meg, nem üzente meg a testvérekkel, hogy fölmegy, akkor anélkül, hogy megmondta volna, anélkül is mi történt? Tudjátok, hogy milyen a vallási természeti üldözés logikája? Attól, mert Jézus nem ment fel, attól, mert nem mondta meg, hogy fölmegy, vagy hogy mikor megy fel, akkor is keresték. A létezése zavarta a farizeusokat. Jézus üzenete, Jézus személyisége zavarta a vallási centrumot. Ez a vallási üldözés logikája. 12. És a sokaságban nagy zúgás volt ő miatt. A némelyek azt mondták, hogy jó ember, mások pedig azt mondták, nem, hanem a nép hitetője. Kedves testvérek, kedves jelenlévők, ez valami antikrisztusi tévedés volt a Jézusi életműben, vagy az evangéliumból következő, az evangéliumból evangélium természetéből következő esemény. Téves hibajel, vagy az evangéliumból következő esemény. Ez a mozzanat, hogy ez a meghasonlás jött létre az ő munkája nyomán, nagyon sokszor ismétlődik ebben a fejezetben. 40-es versben ezt olvasom. Sokan azért a sokaság közül, amint hallák-e beszédet, azt mondják, bizonnyal ez a ma próféta. Tehát Jézus személyes üzenet, amikor mégis fölmegy, mégis ott van, mégis szól, döntő benyomást gyakorol rájuk, és azt mondják, hogy ama proféta, tehát egy proféciára visszahivatkozva felismerni vélik. 43-as vers, hasonlás lőn azért miatta a sokaságban. Mások azt mondják, hogy nem az. 46-os vers, felelének a szolgák, soha embert úgy nem szólott, mint ez az ember. Tehát egész a Jézusi életmű bármilyen tökéletes volt, nem idézett elő osztatlan sikert? Kedves gyülekezet, én nagyon sok nosztalgikus vallásos látok manapság. Ne éljetek abban a mitoszban, hogyha megszólal az evangélium, akkor mindenki el fogja fogadni. Nem így történt 2000 éve. A Jézusi tanítás és a Jézusi munkamódszer egyaránt ellenségeskedés keltett sokakban. És azok a farizeusok, akik zsigerből nem akarták elfogadni Jézus tanítását, mert azt mondták, hogy hol tanult ő, nem nálunk tanult ki ő, azok minél befolyásosabb lett a Jézusi üzenet, annál féltékenyebbek lettek rá. Ez egy félelmetes spirál, ami bontakozik itt Jézus küzde élete körül, és meg kell értenünk, hogy az evangéliumból, a tökéletes Jézusi életműből következik ez a jellemző tévedés. És végül a 37-es versben ezt olvasom. Az ünnep utolsó nagynapján pedig felállt Jézus és kiáltott. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön hozzám és igyék. És aki hisz én bennem, amint az írás mondja, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Kedves gyülekezet, miért kellett Jézusnak az ünnepre felmenni? Az élete kockáztatásával, nem meghirdetve előre ugyan, de mégis felment. Miért? Mi ez a mozzanat, amikor Jézus felkiált az ünnepen, így vezeti be a mondani valóját, hogy ha valaki szomjúhozik, jöjjön hozzám és igyék. Mi ez a mozzanat? A vallási élet centruma milyen lelki állapotban volt, kedves ülekezet? A Jézus élete című kötet 381-es oldalát olvasom lassan a befejezéshez közeledve, és ez így szól. A nép állapota igen erőteljesítette ezt a felhívást. Állandóan a pompás, ünnepi látvány foglalkoztatta őket. Szemüket elkápráztatták a fények és színek.
Fülünkbe csengett a csodálatos zene, de semmi sem volt a ceremóniák sorában, ami kielégítette volna a lelki szükségleteket, ami csillapíthatta volna a lélek szomjúságát a maradandó dolgok után. Kedves gyülekezet, kevés ennél döbbentesebb dolgot tudok. Mert a filiszteus Isten tisztelet nem csoda, hogy nem elégítette ki a lélek szükségleteit. De mondjátok meg, hogy Isten művében, a Mózes által a mennyei minta alapján adott templomban, az Isten által adott szertartásrendben, az Isten által adott mintaképpen adott ceremóniák sorában, amikor pontosan visszaismételték azt, amit Mózes könyvében leírva látunk, zajlik az Isten tisztelet, a zarándok ünnep, sátoros ünnep. Hogy létezik, hogy az az ünnep volt üres és kongott, és nem tudta megelégíteni a kereső lelket? Ezt mondjátok meg nekem. Mert hogy az ember Isten tisztelet nem tudja megelégíteni a kereső lelket, az rendben van, az természetes. De az Istentől szerzett ószövetségi minta, hogy tudott olyan üres kongóvá válni, hogy aki keresett, aki szomjúhozott, az nem kapott választ. A mondat így szól, semmi sem volt a ceremóniák sorában, amely kielégítette volna a lelki szükségleteket, ami csillapíthatta volna a lélek szomjúságát a maradandó dolgok után. Jézus ismerte a lelki szükségleteket. Pompa, gazdagság, tisztesség nem elégítheti ki, nem elégítheti meg a szívet. Jézus hallgatói közül sokan gyászolták szertefosztott reményeiket. Mások a titkos bánat emésztett, sokan világi dolgokkal, emberi dicsetekkel akarták kielégíteni szüntelen vágyakozásukat. De amikor mindent megnyertek, rájöttek, hogy repedezett kutakat ástak, és nem oldhatják belőle szomjukat. Elégtelenül, szomorúan álltak az örömteli szintér csillogása közepette. Kedves testvérek, egy nagyon kritikus kérdést kell feltegyek. Hogy áll Isten népe 2000 évvel az első advent után? Istentől szerzett mintáinkkal, igehirdetéseinkkel és tanításainkkal tudjuk a valós szükségleteket elégíteni? Ha az első advent tökéletes Krisztusának, a Jézus hiba nélküli életét látva megértjük a konfliktusait, a Jézus hiba nélküli élete melletti konfliktusait, akkor érthetjük meg, ami tökéletlen, ami hibás világunkban, hiszen mi nem vagyunk Krisztusok. Még nem vagyunk az elpecsételésnél. Nem vagyunk egy hibátlan életnél. Akkor tudjuk megtalálni azokat a valós törésvonalakat, valós konfliktusokat, hogy Isten népe ma is lehet ínségben. Ünnepeink ma is lehetnek kongóak és üresek, és Krisztus fölkiáltana, hogy aki szomjúhozik, jön hozzám és igyék. És ami számomra a legelképesztőbb, Isten tiszteleteink és ünnepeink zajlódhatnak úgy, hogy a valós, a valósan kereső embereknek nem adunk válaszokat. Segítsen az Isten bennünket, hogy az első advent tanulságait igazán szívünkbe véssük ahhoz, hogy a második advent hasonló rostálódását, hasonló csalódását, hasonló válságát, ó meg a válság, nem kell erről beszéljek, megértsük, felfogjuk, és betöltsük, vagyis ne csak átélői és szenvedői legyünk, hanem ennek az egésznek a megélése közben valós válaszokra, valós felismerésekre jussunk. Az Isten segítsen bennünket, hogy Krisztus adventje célhoz érkezzen, és ne a testvérek csapdája, az édes testvérek buta tanácsai határozzák meg a mi életművünket, gondolkozásunkat, magatartásunkat. Amen.